Space Telecom egy internetszolgáltató Budapest és agglomeráció területén. Internetet, IP-telefóniát, adatparki szolgáltatást és bérelt volna internetet nyújt ügyfelei részén. Azért vártuk a Rakomré 3-at, mert már olyan sok rádiónk van egy adott bázisról, amit már csak úgy tudunk bővíteni, hogyha magasabb modulációba kapcsoljuk. Típusú optikai gyűrünk van, erre fűzzük föl a mikrós bázisainkat. Budapest területén 80 darab bázisunk található, míg vidéken egy olyan 70 darab. A legmagasabb szintű szolgáltatásunk a bérelt vonal internet, amit 99,5%-os rendelkezés állás mellett biztosítunk ügyfelünk részére. Ezt úgy tudjuk biztosítani, hogy 8 órás hibaelhárítást vállalunk ezekre a vonalakra. Mikrós bázisnál általában egy ilyen 200-300 megát visznek el az ügyfeleink, hogyha erre jön egy magasabb igény, akkor ahhoz kell igazítani a betárt mikrónak a kapacitását. Hálózatunkban csak olyan berendezést integrálunk, ami ezeknek az elvárásoknak eleget tesz. 5 évvel ezelőtt kezdtünk Rakom berendezéseket használni, jelenleg közel 100 berendezés van a hálózatban. 500 méter és 10 kilométer között használjuk ezeket a berendezéseket. Távolságtól függően használunk 40, illetve 68 cm átmérőjű antennákat. Hírúz antennával használjuk a Rakom rádiókat. Rakom Ré1, Ré2 és Ré3 berendezéscsalád ugyanarra az antennára szerelhető. Rakom Ré3 berendezésnél arra kell odafigyelni, hogy a rögzítő csavarok menete nem elég hosszú, ezért oda egy alátétet kell biztosítani. Kezdetben poéztuk az eszközöket, 56 voltos poé tápfeladókat vásároltunk, de ezek nem voltak megbízhatóak, ezért kötöttük be DC-vel külön ipari tápról az eszközöket. A telepített berendezéseinket általában 28 MHz spektrummal használjuk. Ezeket ugye akkor emeljük följebb, hogyha az igény azt mutatja, hogy ennél jóval magasabb átvitelre van szükség. Viszont 56 MHz spektrumon a 24 GHz tartomány nagyon hamar kihasználható, ezért szükség van arra, hogy alacsonyabb spektrumszélesség mellett magasabb modulációban használjuk a rádiós berendezéseket. Az Access Point Kft. Felajánlott egy Rakom Ré3 tesztberendezést, amit telepítettünk is a hálózatunkban, és az élő tesztje jelenleg is fut. Ez a berendezés jobban skálázható, mint az eddigiek. Nagyon széles palettán lehet állítani a spektrumát és a modulációját is. Ebből az következik, hogy a jelenlegi szakaszoknál, amiket használunk, eddig 28 MHz-en 170 megabitet tudtunk kiadni, míg a Rakom Ré3-mal 28 MHz-en már 200 meg a fölött tudunk kiadni. Ilyen magas modulációs beállítás mellett több mikro integrálható adott esetben egy irányban. Így 5 év távlatából visszatekintve a Ré2-es berendezés család egy megbízható rádiós család volt, viszont a 256 QMS modulációs beállítása az most már elavultnak tekinthető, ezért nagyon vártuk a Rakom Ré3-at, ahol ezen a 4096 QM-mel már egy adott irányba több rádiót tudunk integrálni.